Nem egyszerű ez, gyerekek. Meg látok egy egyszerűt. Eltűnt a sok ember. Nem baj, majd aki akarja visszanézi. Még ott van egy olyan egyszerűbbnek tűnő. Itt az erdő szélén. Gondolom, ez akkor lesz érdekes, majd a GoPro-s felvétel is fönt lesz. Vagyis csak annak lesz érdekes, akit érdekel. Ez szép itt. Ezzel nem lesz. Hoppá! Még egy bukás volt. Ráléptem egy ágra. Na most ezzel az a baj. Ezeken a ágakon ugye nem látod a haraszt alatt, és ha rálépsz, az olyan, mint a korcsolya. Egy bukta utca. Szóval ezzel az a baj. Ez mindennapos, gyerekek, hogy a korona nagyjából össze van akadva. De lehet, hogy megviccelem és berakom ide oldalra. Szerintem az lesz a legjobb. Szerintem az. Mert lefelé. Hát. Nehéz. Nehéz ezt eldönteni, hogy lenne a jobb. Mondjuk lehet, hogy elmenne befelé is. Csak lefordul róla. Megnézzük befelé. Megnézzük, hogy befelé milyen. Döntsem már, nem úgy van ez, Bandi. Itt nem lehet halomra akaszgatni a fákat. Meg a kamerát is le kell rakni. Nem úgy van ez. Nem szor ez, hogy elkapkodjuk. Na, mondjuk itt hátha jó helyen lesz. Így. Hát, reméljük, hogy elmegy. Olyan nagy tragédia nincs, ha felakad, mert ledarabolom ezt is. Ugye talán 25 centig lehet ledarabolni. Ha nagyon függőlegesen áll, mondjuk azt azért daraboltam le, mert az közel vízszintesen állt. Ilyenkor ugye nézni kell fölfelé, hogy mi fog a fejünkre esni, mert igencsak bemozgatta a barátunkat, még mindig kileng rendesen. Hát én már szakállát nem vágom le, vagy levágjam. Van itt egy következő, hát ez egyszerűnek tűnik. Ő az. Melyik az? Ő. Ő lenne az. Hát. Nem is tudom, hova rakjam. Kicsit körbe kell takarítani.
ide leteszlek benneteket. Azért hoztam a 462-est, mert nincs itthon az 500-i. Csak azért miattad. Vállalkozó. Nem, hát nem én választom ki. Van egy okos erdész, aki rak rá ilyeneket. Nem tudom, lehet-e látni mindegyiken, amelyik arra vár, hogy ezeken is mindegyiken volt. Nagyon is, ezen a kettőn is, a harmadikon is. Tehát ez az egy NFG, növedékfokozó gyérítés, és ugye ez jelölt állomány. Úgyhogy azokat kell. Na, gyerünk! Gyerünk, gyerünk! Ledőlt ő is. Menjünk tovább. Hát, nem is tudom, döntsek-e még. Felem szembe is van egy, mondjuk itt is van egy ilyen pici. Ezni. Jó, ezt hagyjuk, ez benne van a villába. Ottni. Ezt nem vágjuk ki. Ez úgyis felakad. Itt vannak a szarvasok. Itt meg a disznók. Hát, valami könnyűt kéne, hogy ne égjek le. Hát jövök ide a másik hajlásba. Na, itt van egy ilyen árva. Árva lány haj. Megnézzük, hogy ez fog-e sikerülni. Ha más, akkor nem tudom, hogy mi. A környéken sincs fa, amire felakad. Illetve lenne, de megpróbáljuk arra elirányítani. Tik
kapaszkodok, gyerekek. Na, mit láttatok? Semmit. Itt is van egy ilyen kis cuki mindjárt. Mi van az állarccal? Hop, hop. Majdnem eldőltetek. A reflex. Nem fog az állarc, hogy mi van. Nem fog. Ja, a lánc. Hát nem annyira fog az a lánc. De a lábam közt indítottam, Ruben. Ezzel az a baj, hogy ez azokba a bükkökbe fel akar akadni. Mondjuk a oldalra el tudnám rakni. Ha oldalra el tudnám rakni. Melyik ez a fa? Ezni. Hát megpróbálom oldalra elrakni. Ha felakad, így jártam. Tehát a cél az lenne, hogy így ebbe az irányba, pont a kamerával szembe kéne ennek bemenni. Ugye meglátjuk, hogy fog-e sikerülni. Ugye, ha... Hát... Lefelé akar ez megindulni, ha fönt nagyon átvágom a törési leszet, akkor leszakad és eldől befelé. Tehát fönt minél többet meg kéne hagyni, majd meg nem indul. Nézd meg, megint a lábom közt indítok, tehát... Ne így 62. Elment. Na. Harminckét perc. Nagyjából oda ment, ahová terveztem. Megnézem, megy-e még a GoPro. Nem egyedül vagyok. Nem egyedül vagyok. Egyedül nem szabályos. Meg itt vagytok 31-en. Amúgy. Szerintem a foglalkozás elérte a célját, aztán be is rekesztem. Ez két 32 perces film. A GoPro-t meg is állítom. Meg is kell, mert a tény meg kell nyomni a gombot.